Sziasztok, időlelsz után! Most a The Great Ace Attorney Chronicles fogom játszani. Tehát... amit említettem már korábban, már bemutattam a különleges tartalmat. Tehát lehet választani az Adventures meg a Resolve között. Tehát ahogy eddig is a kezdete az innét van. The Great Ace Attorney Adventures-től. Tehát hogyan is fogok belevágni? Több részekre vannak osztva ezek. Csak akkor fogok menteni, hogyha már jelenti, hogy folytatjuk, vagy hogy vége. És a terv az, hogy ne adja meg a bűnös ítéletet soha. Tehát azt fogom mindenkivel megakadályozni. Az Adventures is ugyanaz a helyzet, mint az Ace Attorney-ben. Annyi különbsége, hogy az itteni első per már nehezebb. Olyasmének lesz egy tanulói, amit nem láthatok a Phoenix Wright végigjátszásban. Tehát a játszható karakterem Ryonusuke Naruhodo. Phoenix Wright elődje. Ja, és még valami. Tehát egy nyugodtan. The Empire of Japan. After opening its doors, a push for cultural transformation brought great waves of Western influence to this far eastern island nation. Japan. The revolution washed over the land, making life in the capital exciting and unsettling. It was a period of great change, and some were swept away by the tide. Csak hogy tudod, hogy lövés. És meghalt valaki. És aki bajban van. És a kezében van a fegyver. The turbulence of that era was just the beginning of an extraordinary... A játszókoltam ő. Ami azt... És én vagyok a vádlott. The Adventure of the Great Departure. És itt nincs úgy címben, hogy Turnabout. Tehát Ryonusuke kezében volt a fegyver, így én vagyok a vádlott. De. Tehát ez is ugyanaz lesz, mint a Phoenix Wright Ace Attorney második epizódjában, amikor magamat kellett megvédenem. Tehát itt már teljes mértékben magamat kell megvédenem. De mint kezdő ügyvéd. Ja, és még van, itt van, hogy autoplay. Ha megnyomom az F-et, akkor nyugodtan átadhatok, és nem kell más tenni, mint tolmácsolni. Tehát itt is számoljatok a breakdown-nal. Olyasmi, hogy nektek ezt tanulni, amit nem fogtok a Phoenix Wright végigjátszásban látni. Mert itt váratlan fordulatok is tudnak létrejönni. Nem hiszem el, hogy ez megtörtént. Hogy történt? Ja, itt jobban van fogják el sorsomat eldönteni. Végrehajtó. Gyilkosnak mer nevezni ez a köcsög? Nevem Ryonusuke Naruhodo. Második éves az Imperial Yumei Egyetemen. Hánap ezelőtt történt egy gyilkosság, amelyet engem gyanúsítom. Az ügyvédje. Szóval ő lenne az ügyvéd. Amíg nem osztok ítéletet, eddig nincs jogod bűnözőnek tartani, szóval vigyázz a szádra! Szóval még nem volt, nem vált teljesen ügyvédni, ezek szinte.
Nem kéne bocsánatot kérni, ez igaz. Nem akarta a belkeményedbe. És fel megint bocsánatot ki. Még mindig. Hát most a rúzsába is bekerült. Így jó, mert egy egyetemi professzor meghalt. Ne, de nem én voltam, aki lőtt. Én sose gyilkolnék. Akkor nem kell aggódnom semmiért. Szóval tartsam fent a fejem. Kászoma Asugi, a legjobb barátja. Nagyon sokosabb. Kvalifikált ügyvéd. Büszke arra, hogy a barátja. Amikor ő gondolhatnék neki. Külföldön akar tanulni. Az az álma, hogy Angliában tanuljon. Ügyvédnek. Ezért örült neki. Még élő legendának is tartja. Ja, igen. Csak akkor fog megállni. Ha kérdéseket tesznek fel, vagy ha bizonyítékot kell feltárnom, vagy jön a kezdkérdés. De folyton mozgatnom kell az egeret. Azután történt a gyilkosság. Aztán a gratuláció után. A Mikotóba család. Ő itt a professzor. A birokamrába kéri őt. Hogy keresi őt. Igen, az egyetem, egyetemi professzor. Most délete kéri, hogy menjen a bíró. Addig beszélnek el a Mikotobáikkal. Igen, én lennék a vádott. Eugene Mikotoba. Jó szerezeti professzor, hogy van fél orvosnál. Na, esélyt rólam kázom. Szóval, hogyha
Hogyha nem tud megvédeni engem, Kazuma Asogi, akkor megvesz fosztva attól lehetősítő, hogy Nagy-Britanniába menjen. Szóval ám, hogy fosztva, akkor nem tud megvédeni. Hát ebből baj lesz, hogyha nem valami csoda. Akárhogyan is. Nem lesz könnyű meg ártatlanságot bizonyítani. Komoly akadályok lesznek itten. És hamarosan meg tudom, hogy mi az. És mit kéne tennem? Amikor kezdődik a per, feltesz a védelemtől kérdéseket. Már kezdődik a per, úgyhogy be kell tennem sokára. Nem lehet az ügyvédem Kazuma Asogi. Az utolsó döntés az enyém. Szóval azt akarja, hogy magamat védjem meg. Szóval itt a blending az, hogyha nem tudom megvédeni magamat, és Kazuma Asogi majd szerte fosszon. De ez biztos, hogy pokol lesz ez. Csak az a furcsa, hogy kerülhetett egy pisztoly a kezébe? Kilenc óra. Elkezdődik. Ez lenne a tárgyalóterem. Titkos per. Csak a kormány és a katonaság jöhet ide. Ma kérdez miért. Koncentrálnom kell. Milyen kezdődik. Tehát ő lenne a japán bíró. Neve eléggé kimondhatatlan, de az biztos, hogy Jigoku. A vád készen áll. A védelem is készen áll. A végső megerősítés. Kivédi meg a peren. Ez itt a kérdés. De azt mondom, hogy én leszek, hogy megvédem magamat, gyorsan kell válaszolnom. Yes!
megvédem magam. Minden támadó Mikotóba, professzor. Ha veszítesz, akkor ám majd szerte foszom. Szomorú. Nincs hitem felt. Nem vétem volna esetleg, hogyha nem mész el Angliába. Ezért nem akart elmondani. De professzor megelőzte. Ócsi, ő Winston Payne elődje. Objection. Maga biztos, hogy beszélj. Igen. Nem gondolkozott igazán, de nagyon fél. Tehát, ócsi, de nem tudom arra másik nevét rendesen kimondani. Hát kérdezi a képességeimet a munkáról. A legkönnyebb kérdés következik. Ezt meg kell válaszolnom. Szóval áldozat nevét mondjam el. De annyi jobban van szarva, mint a legutóbb Phoenix Wright is volt. Igen, megvan a bizonyítékok között van a válasz. Ha valamit elfelejtek, ott van a bizonyítékok között, meg a nevek között. Szóval az ügyész itten Winston elődje Auchi lesz. De amit biztosan el lehet mondani róla, nagyon utálatos. És sokat tiltakozik, és sérteget is. Itt az a gyűjtött bizonyíték. Az embere pedig itt. És tehát ő lenne az áldozat itten. Méghozzá a brit köztársaságból. Vagy talán a brit birodalom volt akkor. Igen, ő Kazuma mentora. És ő a legjobb barátja. 23 éves, 42, 51, 47. Nem vállalkozhatod tovább. Tehát az áldozat neve...
Yes! Dr. John H. Wilson. Látogató professzor volt Angliából. Meghívták 3 év ezelőtt. Itt a hanga. És ez, emiatt ez komoly per lesz, ez biztos. Mert Brit Birodalomból származik. Egy idegen, itten. Hogy milyen kegyetlen! Egy igazi faszfej! Még hogy nincs becsületem! Feláldozható vagyok itt, én. Ez ilyesmire. Én gyorsan be akarok fejezni ezt a pert. Szóval elméletileg gyorsan be akarok fejezni ezt a pert, és gyorsan akarnának ítélni. De nem szólna, hogy ez gondot jelentsen. Professzorot ott meglátta őt. A brit professzort, nem ismerte a nevét, de köszön neki. Szóval oda ment hozzá. De miért, hogy utána azban később derül ki. Hogyan veszítetted el az életét? Tehát a okát kell megtudni. Minden a bizonyíték ad választ. Tehát ott kell kideríteni, hogy, hogy mi okozta a halálát. Tehát a halál, tehát ez lenne a boncolás jelentés, azt post-mortem reportok nevezik, nem autopsy. Tehát kettő akkor történt a gyilkosság, sok vérveszteség egy lövéstől az esetben. És a golyó nem ment át az áldozat testén. Yes! Ne vagy a hülye! Ez egy fotós bizonyíték is arra, hogy a lövés hogyan történt, így itt találták el. De hogy miért áll úgy, azt nem tudni. Közelről lőtték. Új bizonyíték.
Ez úgy, hogy csak a szagát mutatja. Na, úgyhogy kezdjük a pert. Hívja az első szemtanút. Amíg én vagyok az ügyvéd, asszisztens még tud mellettem menni. Szóval nem lehet, hogy ő az ügyvéd, mert nem biztos, hogy meg tud védeni. Hát nagy segítség lenne mindenféle sincsünk. Szóval ne reszkessék, az egy fontos dolog. Kezdjük egy pincére. Satoru Hosonaga. Az étterem pincére. És köhög, vérköhög. Nem zavarja őt. Tehát ő jelenti az egészet. Két óra után történt a dolg. Az ebédidő mindjárt véget ért. Hátrabb az volt még hátra. Konyhában volt akkor. És meg hallotta a lövést. Tehát így futni kezdett. Megtalálta az áldozatot. Yes! És akkor volt az én kezemben a fegyver. Tényleg felvette a fegyvert. De nem ő. Büntetnek, hogyha még egyszer így kinyitom a pofán. Lesz majd lehetőségem támadni. Ezt a tanú kéne meghallgatni. Igen, ő volt ott. Na most hazudott egyet, hogy senki más nem volt ott az áldozaton kívül. Mert ő ugyanis tudja. Hogy amikor a doktor Wilsonhoz ment köszönni, volt mellette egy nő. Vagyis a pincér hazudik. Mert egy pincér nem vette figyelmen kívül ezt. Yes!
Rudomizó nem volt egy. Nő is ott volt. És hamis! Biztos, hogy láttam őt. Nincs valami tévedés? Hát valami biztos, hogy hazudik. Most mutat egy újabb bizonyítékot. Hogy hol állt az áldozat. Neki nem tetszik az ötlet, hogy be akar mutatni a bizonyítékot. Most nem jött, valamiért be van szarva. Bizonyára van benne valami, ami miatt lebukhat. De hát az még hasznom lehet kés. De fehér ügy. Igen. Ennek nem érdemes bedőlni. Úgy megküldjük a büntetés, ahol bevallok mindent. Csak hogy ezt nem lehet megtenni. De hogyha ellenkezem, akkor több bizonyíték is van ellenem. Enyhébb ítélete, itt az nem volna jó. De az sem, hogyha bűnösségi imányt találnak. Még be van szar. Vízik bennem. Ha láthatlan vagyok, azt bizonyítanom kell. Ez a kötelessége. A harc még nem kezdődött. Nem lehet arról szó, hogy csak úgy ennyi ítéletet adjon. Még hogy szent vagy, sosem, mikor voltál szent? Nem hagylak jelni, mert megesküszöm. Szóval most két, ezúttal két tanút fognak hozni ide. Itt több tanú is lehetséges. Hiesza nosza hadnagy.
Kyurio Korekuta neve. Ők ott voltak az étteremben. Teázott akkoriban. Antique dealer, a másik pedig katona. Ja, lakálni van kínálnak az éttermet. Most engem bejössz itt. Ez itt még nagyobb pofája, az képest, hogy katona. Szóval ez az a bizonyíték, amiről beszélték. Itt látta azt a pillanatot, amikor lőtték. De nem elég pontosan. Jó, van jöhet a tanulmás. Bömbölés hangzik. Itt állt a tanul. Vízciket fogyasztott akkor. A másik pedig... Ez még nem lényeges. Igen, lövés meghaladta. Hátulról támadták meg. Valami értékes dolgot keresett akkor már. Nem vagy gosztal? Hogy hazudsz neki? Ez nevetség, én nem lőttem. Én csak felvettem a fegyvert. Amikor köszönt, és fogyasztotta tovább a kávéját. Amikor végzett, elhozni akart a étteremből. De amikor meglátta a fegyvert a földön, felvette. És ez nagy hiba volt. Azt gondolta, hogy csak elejtette. És amikor felvette, puff! Tehát egy bűnöző van a közelben. Tehát valaki bizonyan hazudik. Tehát kereskedésekkel kell folytatni. Frászt, ezt nem engedem! Tiltakozom! Én, mint a védel... Hát tégy fel kereskedésket. És ez van pofája meglepő. Tehát
Te vagy a szánalmas! Mi jó, hogy időpocsékas, egy lófasz! Objection! Na ilyet talán, hogy ez most kell, vagy nem. Most kezdődhet a csata. Te hazugságot kell leleplezni. Tehát nem én lőttem. Azt jelenti, hogy valamelyikük hazudik. És azt kell bizonyítani is. Ami a bizonyítékban van. Ne hagyjuk, hogy legyőzzenek. Hát ez kicsit gyengébb volt, mint amit Phoenix Wright csinált. Na, itt már meg fog állni. A kommunikáció. Amikor ez bekövetkezik, már nem mozdul tovább. És, tehát ugyanaz a büntető helyzet, mint a Ace Attorney-ben. A hazugság itt van. A válasz... A boncolás jelentés. Tiltakozom! Elmondás van a szavaidban. Be van szarva. Nem tudja, mit mondjon. Most itt segítsen egy kicsit. Volt szóval semmi is a bizonyíték az elmondásról. De az nem lehet. Miért nem? Melkosában dől. Történt a lövés, nem hátulról. Tehát ez az ellentmondás itt. Hogy magyarázod ezt meg? Te egy csecsemőt is magával hozott! Egy tárgyaló terembe!
Nem látta, hogyha a fegyver felvette volna. Most lőtt volna. Hát, ugye ezt nincs így helye. Hát még könnyű volt, de nehezebb csak most jön. Szóval így kell átszűjtjének lenni. Hazud! De nem én lőttem. Csak felvettem. Hogy nem látta-e? Őt nem a fegyverére kelte. Mással volt elfoglalva. Kincsed vadászott. Hoé Era Cobant kereste, ami egy értékes érme lehet. Eltűnt az a Cobán. Kereste mindenhol, de nem találta. De, tehát ezt a rejtét is meg kell fejteni. Hogy vajon azzal mi történt? Igen, nem talált meg. Valaki ellopta tőle bizonyára. És valaki nyilván... Né, lehetett az. Ez nem feldöntő, amit mondtok. Így még nem lehet ítéletet hozni. Mögöttem van egy farkas! Hát jelentett második valómás. Kirikó üveg, hát vajon mi fejüveg? Megint eljött a csecsemő. A Nóca család új tagja, Aido. Magával hozta. Vele is katonát akar nevelni. Oké, okay. Mindig kérj, hogy fújja. Fakjos az orra! Az igazi... Thank you.
Ők is azt mondták, hogy egyedül volt az áldozat. Már megint hazudnak. Még ők is hazudnak bizony. De őt nő volt. Hát, ha mi a k***t. Nem vadász, de ott a köcsög. Hát egy személyre van egy kaja. Az nem lehetséges, hogy nem láthatták a dolgot. Ez buktatni. Felnek nem lehet vége. Ez hosszabb is, ne. Itt az elsőben hosszabb lesz, itt három részes. És el fog fordulni négy részes is. Hold it! Attention! Oh gosh, ma! Hát az biztos, hogy már 2 óra volt. Énkor már véget érni az ebéd. Ez így majdnem üres volt. De kérdés, hogy akkor miért fogyasztott az áldozat? Van indok is rá. Mert megtalálták az áldozat kabátjának zsebéjét. Egy orvosi jelentés. Gyilkosság napján történt valami még, amit még nem néztek meg rendesen. De ezt a bizonyítékot el kell fogadni.
Ha hasznos, akkor be kell fogadni. Ugye, igen, most megosztást el kell fogadni. Frost! Objection! Minden lehetséges választ meg kell tudni. Hát úgy nyomok rá szükség. Van két elked is. Most figyeljetek! Új információnk birtokában vagyunk. Igen, azt el kell nézni. Ha közelbe akarnám megnézni, csak Kerszpénszert kell nyomnom. Akárgyom mozgatnak. Nincs tudom. Tehát az itteni pedig nagyon hosszúak. Most ezt ki kell nyitni. Na ez az újdonság, ez az innováció. Amit fel kellett fedezni. Valami orvosi információk vannak itten. Szóval kivették a fogát. A rossz fogát. És használhattak nevetőgázt. Hogy meg érzéstelenítést. Hogy ne érezze a fájdalmat. Csak vizet ihatott. Na itt egy jelenmondás. Tehát így most új változás adódott. Kattintottam, de nem lehet meggyorsítani.
Még így se. Na itt van egy elmondás. Akkor így mutassuk be. Tiltakozom! Nem kéne amkodnom be. Nem kéne ingyenre beszarnom. Úgyhogy mit mondjak. Szerintem a feleltelen kezdem. Tudom, mit akartál mondani. Jóvalatosan kell használni a szavakat. Csak mondom, mit gondolsz. Csak ennyi kéne tenni. Majd nem tudom megállítani! No! Nem tudom megállítani! Mi a szóval a G-vel kell nyomni, nem pedig az Escape-vel. Értem, egy frászt! Te, igen, térjek a lényegre. Nem lehet más. És semmi köze ennek az orvosi jelentéshez. Gondolod? Hogy lehet lényeges? Hogy taklénk ott van egy fogolászati rendelő? Ők kivették a fogát.
meg volt tétve attól, hogy egyen valamit. Mit van rá ide, Éva? Csak vízet ihat. Legalább 3 óráig. Tehát az áldozat nem ehetett semmit. Többről is van szó. Remek. Tehát még csak egy magyarázatom van, hogyha nem ehetett semmit, akkor valaki más ehetett. Ennek van egy érdekes logikája. Hogyha nem ehetett semmit, akkor van ki ette ezt meg? Igen, készen áll. Most minden meg kell fordítanom. Most már utasom, mert mit tudom. Hogy ki ette meg a kérdés a válasz egyszerű. Hát az áldozat nem lehetett. Én szinte úgy nem vette, akkor nem ehettem, az tuti biztos. A két... Készen tudom, miért vette volna meg? Tehát itt volt egy harmadik szereplő is. De igen. Láttad? Tehát van egy félig megevett hús. Ezért az egyetlen válasz itt az, hogy valaki más ette meg. Hogyha ez nem tetszik, akkor újra tárgyalástok van. Te örültél meg, hogy már így viselkedsz. Meg aztán igazán baj van. Miért hazudtak? Tehát már biztos, hogy nem volt egyedül az áldozat. Hamis tanúzásért büntetve eztek, hogyha nem mondjátok el az igazat. Tehát így gyilkosok is lehettek. Negatív. Ez nem volt megemlítve. Én csak parancsot... teljesített. Csak mondd, hogy de nem láttuk azt a nőt. Azt az úri nőt. Most rászólták magukat. Mit mondtál?
És van szarva. És a parancsok követted. Mondtad, hogy nem láttátok az úrinőt. Amikor azt mondtad úrinő, azt úgy érted. Hogy se tényleg ott volt a nő. Hamisan tanultam. Csak egy kicsit kicsúszott a száján a szó. Szóval nem kérte meg arra, hogy tanulzanak hamisan. Akkor ki van-e mögött? Ki készített rá, hogy befogjátok a szátokat? Szóval összeesküvés van e mögött. Tehát valaki el akarta őket hallgatni? Ugye elmondják az igazat. És Paynek semmi köze nem lehetett ehhez. De akkor vajon kinek? De ez olyan valaki, mint a kormány, a katonaság vagy a rendőrség. Tudnánk folytatni, hogyha rájövünk, hogy ki követelte azt a parancsot, hogy hallgasson. És bizony így is kell hozzá. Mindent újra kell vizsgálni. Nem szabad kiadni semmit. Nincs idő veszíteni sem. Mert itt biztos lesz büntetés, hogyha a tanúzás hamis. Nincs idő gondolkodni. Aki felelős ezért, ez nem más, mint Satoru Hosonaga. Yes! Take that! Lehetett olyan képessége hozzá. Hát, nézze. Ha egyáltalán pincér volt. Itt az idők idejétén az igazságot. De előtte ezt kell bemutatni. Itt van Satoru Hosonaga. A foglalkozása itt a gond. Voltak éppen ő felügyelő. A fő felügyelő. Szóval nem PC, hanem felügyelő. Tehát az igazi foglalkozás, vagy az igazi kiléte ezzel bizonyítható, úgyhogy
Take that! Tehát a pincér egy rendőri detektív. A pincér adta nektek a stopparancsot? Hogy ne említsék meg az úri... Szóval fel, hogy elbukott. Félt, hogy ez bekövetkezik. Szóval nem vette figyelembe, hogy amit mutatott, azzal le fog bukni. Nem miatt volt beszarva, hogy lebeszedik, hogy egy felügyelő. Az a gyorsan megadta a balancsot, nem volt más választása. Szóval óvatlan volt, amikor lerajzolt azt. De miért átszáztod magad pincéni? Szóval inkognitóban volt úgy. Hogy komoly incidensi történtek az étteremben. És azért volt ott, hogy kiderítse. Miféle incidensek voltak ott? Nem akar megosztani velünk, hogy miféle. De ezt is kell dejteni, vajon mit titkol? Ez a lebuktatás miatt, hát már azt hitték, hogy ezt megúszhatja. Amikor hallotta a röpést, akkor kirohant a konyhából. Elismeri, hogy a nő ott volt. Ez lezárta a... az éttermet, és jelentette a dolgot. És különleges parancsot is kapott.
És küldjé, távolság el az, a nőtől az útból. De megvan az esélye, hogy a nő lehetett a gyilkos. De visszatér nélkül nem vádolhatják meg a nőt. Szóval nem volt bizonyítékuk rá, hogy a nő volt a terhes. Azért küldték el, nem volt rá bizonyíték. Na, lehetett volna egy puska. Egyik biztosan az orvosi gyárban is lehetett. Mikor elküldte a nőt, a kilétét akarta először kilétni. Miss Jezal Brett. Ő is egy angol nő volt. Minden bizonyítékot eltüntetett, ami a nőt, amivel megváltoztatják a nőt. Most rajta múlik, hogy hogyan húdják ezt meg. Szóval kérje, hogy a nőtől kísérje be ide. Szóval megszegi a parancsot ezzel. Szóval nem van probléma ide küldeni a nőt. Semmi sem állhat az útjába. Tehát ez majd a követ utolsó tanul. Tehát most 30 perc szünet következik, és aztán vége az első résznek. Jó, folytatjuk legközelebb. Ennyi volt, ha tetszett, nem felejtsétek el feliratkozni. És ki... És jött a második rész. Igen, láthatjátok az első epizódot, már teljesen kivittem. Tehát ez a szóval gyakorolt, ez pedig az előről kivitt. Úgyhogy ennyi volt, szevasztok!